A szaunázásnak számtalan jótékony hatása van, így a hideg időben sokan mennek el szabadidejükben a gyulai várfürdőbe. A vírusok, baktériumok a forró és száraz levegőn elpusztulnak, verejtékezéssel pedig a bőrön keresztül távoznak a méreganyagok. Emellett javítja a vérkeringést, erregeneráló, erősíti a szívet, növeli a szervezet ellenálló képességét a szervezet több oxigénhez jut, így könnyebben ellazul, regenerálódik. A szauna egyben megelőzés és gyógyítás is egyszerre. Az ünnepi időszakhoz közeledve előkerülnek a narancsos, a szegfűszeges, valamint a fahéjas illatok a felöntéseknél. Ugye ez már az az időszak, amikor nagyon hamar sötétedik, illetve azért jóval hűvösebb a levegő, mint a nyári időszakban. Nyilván akkor megnő a kedves vendégeknek a szám, akik szaunázni szeretnének. Ö, elsősorban a, a, melegebb, a 85-90 fokos szaunáinkat keresik a vendégek. Én azt gondolom, ez egy valahol egy természetes dolog, hogy nyilván ebbe az időszakba kerülnek egyre többen elő. Vasárnap már elkezdődik a december, ami a nem kiemelt időszakban a csúcsot jelenti a Gyulai Várfürdő életében. Az intézmény az utóbbi időben látott az arculat megújításához, felfrissítéséhez. Ez érint egyébként a logónkat is, ez egy városi projekt keretében a logó lesz, le lesz cserélve, érinti a színvilágunkat és a feliratokat is. Ennek egészen próza oka van egyébként, hogy kiírtuk az akvapalotát, mert a vendégek nem találták meg. Tényleg, mindig kérdezték, és úgy gondoltuk, hogy ez fontos. Egyébként egy szép logó eleve, egy jól bevezetett brand, hogy szerettük volna ezt megjeleníteni. Ezen kívül a főépületre is kikerült, hogy a főépület található a főépületen, azt is megtalálják a vendégeink, hiszen nem mindenki a főépületi bejáraton keresztül érkezik, nyilván érkezhetnek a fahídon, a hőkőhídon keresztül is, úgyhogy a főépületén épületén látható, hogy ott találhatók az éttermek, a gyógyászat, a pénztárak, maga az iroda is ott található. Kun Miklós elmondta, december elején rendezik meg a városban a mézfesztivált, melyhez úgy csatlakozik a Gyulai Várfürdő, hogy december 6-tól 8 ig iszakai mézes felöntéssel várják a vendégeket.